Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket az Enigma különkiadásában, az Enigma Extra című vitaműsorban, melyben hagyományainktól eltérően időről időre két szakértőt hívunk majd a stúdióba, hogy velük vitassunk meg egy-egy aktuális geopolitikai kérdéskört. Mai vendégeink Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója, és Tír Gábor, külpolitikai szakújságíró, a Moszkva tér főszerkesztője, a Putyin rejtély című könyv szerzője. Mai témánk pedig veszélyese Magyarország és az Európai Unió számára Oroszország elmúlt években tapasztalható geopolitikai dinamizmusa. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, szakértőinket, Stír Gábort és Tálas Pétert, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek a stúdióba. Köszönjük. Kívánom, köszönjük a meghívást. Ez egy olyan kérdés, ami azt hiszem, hogy a magyar közvéleményt is, és az európai közvéleményt is igencsak aggasztja, és nagyon-nagyon sok vonatkozása van. Én azt javaslom, hogy vitaindítónak először is egy teoretikus kérdésfelvetéssel kezdjük. Annak a definíciójával, és először Tálas Pétert kérdezem, hogy mit is jelent a veszély, a veszélyesség kérdése biztonságpolitikai, geopolitikai, katonapolitikai szempontból. Egyrészt a közgondolkodásban, a közvélekedésben, másrészt mit jelent a szakemberek, a szakértők, a tudósok, a szakújságírók, a szakpolitikusok, a döntéshozók számára az, hogy egy ország veszélyt jelent egy másik országnak, vagy egy másik régiónak az integritására. Hát azt gondolom, hogy a legegyszerűbb talán úgy megfogalmazni, hogy amennyiben az adott ország gátolni tudja a másik ország vezetésének, legitim vezetésének a szuverén döntéseit, bármilyen módon és bármilyen tekintetben, ebben az esetben minimum kihívást jelentenek. És ebbe beletartozik a politikai, gazdasági, kulturális és egyéb dolog. Nyilvánvaló, a közvélemény az egy másik, ezért azt szoktuk mondani, hogy az, amit mi használunk veszélynek, és mi definiálunk veszélynek, az nem mindig esik egybe a közvéleménynek a veszélyességével, mert a közvélemény alapvetően minden olyan dolgot veszélyesnek tart, amit a média veszélyesnek mutat be, vagy pedig a politikai közbeszéd veszélyesnek mutat be, és nem tekint olyan dolgokat veszélyesnek, amit a média és a politikai közbeszéd mondjuk azt, hogy nem tart veszélyesnek, függetlenül attól egyébként, hogy ténylegesen ez veszélyt jelent, vagy nem jelent veszélyt. Nagyon egyszerű példát, hogy mondjak, a magyar társadalom borzasztó nagy veszélynek tartja egyébként a terrorizmust, miközben Magyarország nem egy terrorfenyegetett. Másik példa, mondjuk magyar társadalom az utóbbi években az egyik legnagyobb problémának a migráció kérdését tekinti, függetlenül attól, hogy hány migráns menekült érkezik az országba. Ezeket mind-mind gyakorlatilag a média és a politikai közbeszéd miatt teszi ezt, emiatt tartja veszélyesnek. Hasonlóképpen vannak olyan dolgok, amik az utóbbi időben tűntek fel. Például, hogy a klímaváltozás, tehát az éghajlatváltozást, azt a magyar társadalom egyre nagyobb százaléka tartja nagyon veszélyesnek, és a társadalom Magyarországra nézve. Ez korábban nem így volt, mert egyébként a politikai közbeszédben majdnem sűrűn fordult elő. Viszont a szociális médiában, vagyis a Facebookon és egyéb közösségi médiában nagyon sokat látja az ember. Tehát azt gondolom, ez a kétfajta meghatározása lehetséges. Stír Gábornak mi az újságírói tapasztalata ezzel kapcsolatban a mainstream médiában, illetve a közösségi médiában? Mennyire érzik veszélyesnek a magyar polgárok mondjuk Oroszország jelenlétét és nyomulását? Hát, ha az információs teret nézzük, akkor én azt mondanám, hogy a média és a politika veszélyesen eltorzítja ezt a kérdést. Tehát, ha igazán tájékozódni akar valaki, akkor, és rendszeresen a fősodor médiát nézi, akkor sajnos nem igazán kerül képbe. Egyrészt torzítja a képet a magyar belpolitika, ez erősen torzítja mindkét irányba. Azon kívül vegyük tudomásul, hogy Oroszország az utóbbi években a geopolitikai globális információs térben is a szembenállás egyik alanya lett. Tehát az, hogy a
kiterjesztve nem csak a hazai médiára, hanem a nyugati fősodorra. Egyértelműen láthatjuk, hogy Oroszország néha már a patás ördög. Ez a geopolitikai szembenállás, annak egy eszköze, adott esetben a lejáratás, befeketítés, annak a része, és így aki igazán el akar igazodni ebben a kérdésben, annak nagyon nehéz a dolga. Tehát rengeteg a torzító tényező, rengeteg az olyan, most mondok egy példát, hogy olyan hír, amit bedobnak, hogy Oroszország pillanatokon belül két nap alatt a Baltikumot lerohanja, akár Londonig mehet, és akkor az emberek természetes módon elkezdenek félni, hogy igen, mert körülbelül ennyi a hír, és akkor semmi lehetőségünk nincs arra, hogy a hátterét megtudják, például, hogy érdeke ez valakinek, például Oroszországnak, van-e annyi ereje, stb. Nem, csak az ijesztgetés megy. És ezzel el lehet érni bizonyos célokat, de a tisztánlátás semmiképpen nem segít. Ez úgy tűnik, hogy dezinformáció és propaganda kampány tekintetében a nyugat sincs lemaradva Oroszországgal kapcsolatban, mert ugyanúgy bedobnak ilyen kommunikációs bombákat, amik mögött nincs, vagy nagyon kevés tartalom van. Na most egy olyan történelmileg hányatatott sorsú társadalomban és nemzetben, mint Magyarország, ugye ez mindig táptalajra tud találni, csak három szimbolikus dátumot hadd mondjak, 1849 világosi fegyverletétel, 200 ezer orosz katona, orosz hadifoglyok elhurcolása Szibériába, örök eltűnésük, haláluk és így tovább, ez 1945, hasonló szituáció, illetve 1956, valamint a háborút követő 40 éves szovjet megszállás. Itt azért azt gondolom, hogy nagyon könnyű hiszterizálni a közvéleményt. Mi az önök tapasztalata, hogy hogyan, ki tudunk-e ebből jönni? Hiszen a történelmünk azt mutatja, hogy mi sok jót nem kaptunk, sem a cári Oroszországtól, sem a nagy szovjet birodalomtól. Lehetséges-e annullálni ezt, és új lappal újra kezdeni, mint ahogy most látjuk, hogy rendkívül élénkek az orosz-magyar, magyar-orosz külpolitikai kapcsolatok, és nagyon sűrűek a csúcstalálkozók. Hát a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy ha nem is annulálni, de mindenképpen lehet rajta javítani. Az előbb azt mondtam, hogy a politika az negatívan befolyásolja a közbeszédet, az, ha valami a belpolitikai küzdelmekbe belekerül valamilyen téma. Adott esetben inkább jót tett az Oroszország megítélésének az, hogy az elmúlt 10-15 évben ilyen vagy olyan szempontból belpolitikai kérdés is, hiszen ezek kapcsán nem csak a politikusok nyilvánulnak meg, hanem lehet arról is beszélni, mint ahogy most is beszélünk arról, hogy mi a háttere ennek az egésznek. Tehát ha azt nézzük, hogy ítélik meg a magyar-orosz kapcsolatokat, vagy Oroszországot, akkor mondjuk a visegrádi országokon belül mi a középmezőnyben vagyunk, vagy a kevésbé negatívan Oroszországhoz viszonyulók között vagyunk. Ez abszolút érthető például, hogy Lengyelország miért és hogyan, hol van, de az, hogy Magyarország a három említett történelmi, nagyon-nagyon kritikus történelmi momentum ellenére is viszonylag reálisan közelít Oroszországhoz, az azt mutatja, hogy a társadalomban is van egyfajta pragmatizmus, itt sok minden segíthet. Segíthet az orosz kultúra. Tehát segíthet az, hogy mi a 40 éven át nem csak szenvedtünk, de legalább meg is ismertük azt a kultúrát, megismertük azt az országot. És segíthet az, hogy ez persze csak ciklikus, és mindig szimpátia függő, hogy a magyar politika melyik része van éppen beszélő viszonyban Oroszországgal, de még egyszer hangsúlyozom, az, hogy ez témaként bekerül, ez mindenképpen segíti a megismerést, és minél többet tudnak egy országról, annál kevésbé félnek. Én azt gondolom, hogy itt van egy kettős paradigmaváltás, ami engem nagyon érdekel. Egyrészt a késői Jelcin korszak, korai Putyin korszakhoz képest az utóbbi két évtizedben egy fokozatos eltávolodás, gyanakvás, szkepszis,
szembefordulás tulajdonképpen elvezetett egy második, egy kiújuló hidegháborúig a Nyugat és Oroszország között. Másrészt ezzel párhuzamosan a magyar külpolitikában is látok egy óriási fordulatot, hiszen a jelenleg hatalmon lévő kormánypárt, illetve annak a vezetője, a miniszterelnök is azzal kezdte a politikai pályafutását, hogy Tavarisi Pasti Damoly, most pedig egy teljesen másfajta, szinte 180 fokos váltást látunk a magyar-orosz kapcsolatokban. Keleti nyitás, Paks 2, orosz bank jelenléte, nagyon rendszeres és kiegyensúlyozottnak tűnő, szívélyes és barátságos csúcstalálkozók. Mivel magyarázzák ezt a két fordulatot? Most Tános Pétert kérdezem először. Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb 1999 a Koszovó. Ott ugye ENSZ felhatalmazás nélkül gyakorlatilag a NATO háborút indított, és ezt Moszkva nem nézte jó szemmel. Aztán volt nagyon fontos talán megemlíteni az arab tavaszt, ahol gyakorlatilag BT felhatalmazással gyakorlatilag a nyugat fordulatot hajtott végre Líbiába, megbuktatta a Kaddafi rendszert, és az az igazság, hogy azt gondolom, hogy ez jelentősen megváltoztatta Oroszországnak az álláspontját, illetve azokat helyezte előtérbe az orosz politikába, akik a nyugatot egy ilyen agresszív, az orosz érdekeket állandóan támadó, az orosz nagyhatalmiságot korlátozni igyekvő és el nem ismerő, ugye mind Putyin, mind a Putyin környéke szívesen mutatja be Oroszországot még a Szovjetunió globális hatalmi tényezőként. Ez némely esetben így van, tehát mit tudom én, amennyiben azt nézzük, hogy az ENSZ-BT állandó tagja, akkor ugyanúgy egyébként globális tényező Oroszország, én ezt nem is vitatom, ahogy Franciaország és Nagy-Britannia is, bár se Franciaországot, se Nagy-Britanniát már nem tekintem globális tényezőnek. Hasonlóképpen, ha megnézzük, akkor az atom kérdésben egyértelmű, hogy még mindig egy bipolaritás van, tehát az atom fegyverek kapcsán egy ilyen bipolaritás van. Tehát én azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon erős ellentét a Oroszország és Nyugat között. Én egyébként ezt ma úgy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az utóbbi 20 év legrosszabb időszakát érjük az utóbbi időben. És azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen Oroszországot, hogy mondjam... Kényszerhelyzetbe hozta? Nem is kényszerhelyzetbe, inkább azt gondolom, hogy Oroszország egy nagyon csalódott. Tehát azt látom, hogy nincs akkora ambíciója már a Putyin magának, Putyinnak sem arra vonatkozóan, hogy jóba legyen a nyugattal, ahogy egyébként a nyugatnak sem. De ez összességében nem baj, amíg nincs konfliktus. Uh-huh. Ami a magyart illeti, ott hadd említsem azt, hogy hát a miniszterelnök valóban úgy kezdte a jelenlegi miniszterelnök, hogy Tavarisi Konyec, ez igaz, bár az egy MDF-es történet volt, de azért én emlékszem arra, hogy amikor Gyurcsány Ferenc nagyon jóba volt Putyinnal, akkor ugyanúgy, hogy mondjam, bírálta az orosz-magyar kapcsolatok minőségét, mint ahogy egyébként a mostani ellenzék bírálja a jelenlegi kormány. Azt gondolom, hogy ennek nagyon egyszerű oka van. Oroszország egy nagyhatalom, egy regionális nagyhatalom, mi pedig pont ennek a regionális nagyhatalomnak, illetve az Európai Unió és a NATO-nak a határvidékén vagyunk. Én azt gondolom ettől függetlenül, hogy mi alapvetően nem önállóan vagyunk fontosak Oroszország számára, csak mint a NATO és az Európai Uniónak a tagjai. Azt látni kell, hogy Oroszország gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az Európai Unióval és a NATO-val miközben fenn akarja tartani egyébként ezeket a szervezeteket, de nagyon erős megosztottságot akar. Tehát jó neki, ha mi vekszekszünk az Európai Unión és a NATO-n belül. Tehát én azt gondolom, hogy
ez mindkét, tehát Magyarországon nincs olyan kormány, aminek ne kellene valamilyen módon definiálni magát Moszkvával szembe, mint ahogy egyébként Kelet-Közép-Európában sincs. Ezt lehet úgy definiálni, mint a lengyelek, lehet úgy definiálni, mint a szerbek, akik egyébként nagy barátai Putyinnak, lehet úgy definiálni, mint mondjuk a csehek, akik ilyen távolságtartóak, és lehet úgy definiálni, ahogy mi, nálunk ugye a hivatalos álláspont, és azt gondolom egyre inkább ez lesz, az, hogy mi gazdaságilag nagyon jóba akarunk lenni az oroszokkal. Ami az oroszok alkotta képet, vagy inkább Oroszországról alkotott képet illeti, ott én mindig meglepődök azon, hogy a magyar társadalom alapvetően felülértékeli Oroszországot. Tehát azt gondolom, hogy ha megkérdeznénk most az utcán bárkit, hogy Oroszország hanyadik a gazdasági sorrendben, akkor biztos az első öt közé tennék, pedig csak a 17. Tehát hasonlóképpen azt gondolom, hogy katonailag is felülértékelik. De ebben természetesen benne van az is, hogy maguk az oroszok is így kommunikálnak, tehát borzasztó fontosnak tartják, hogy őket erősnek lássák. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a fordulatok alapvetően ezért következtek be. Úgy összességében én egyébként nem látok olyan nagy orosz barátságot Magyarországon. Azt inkább azt mondanám, hogy az Oroszország képe a magyar társadalomnak a rendszerváltás óta javult, ahogy egyébként az Amerika képe romlott, ez a kettő nagyon érdekes, de nagyon határozottan, legalábbis az általam ismert felmérések szerint a magyar társadalom nagyon határozottan nyugati opciót támogat. Talán a lengyelek után a legerőteljesebben. Tehát nem az, hogy mit gondolunk egyébként, ettől függetlenül biztos nagyon sokan tisztelik Putyint, mint ahogy egyébként tisztelnek minden olyan embert, aki erős. És már pedig Putyin egy nagyon erős országnak a vezetője. Most, hogy két dolog ütött szöget a fejemben nagyon erősen abból, amit ön elmondott. Abból a narratívából, amit ön mond, az következik, mintha Oroszország csak áldozata lett volna az utóbbi két évtized globális geopolitikájának, és főleg a nyugati politikának, a Koszovóra és az arab tavaszra gondolok. Hiányzik nekem az indoklása annak a hát kétségtelenül agresszív lépéseknek, ami a szíriai benyomulás, ami a libiai polgárháborúban való részvétel, ami a kaukázusi jelenlét, ami Kelet-Ukrajna, Donbász és a Krím elfoglalása, annexiója, ezt nem látom ebben indokolva, illetve a másik az, hogy az jutott eszembe, hogy akkor a magyar külpolitikát úgy kellene megközelíteni valahogy, mint a 17. századi Erdélyt, tehát Bethlen Gábor, ahogy pendizett Isztambul és Bécs között folyamatosan, ilyen kényszerhelyzetben vagyunk? Nem. Nem akarom elvenni Gábor elől a szót, nagyon röviden. Én azt gondolom, hogy természetesen benne van, hát azért a nyugat, mondjuk azt, hogy a nyugat ellenszenve, vagy inkább azt mondja, a nyugat bizalmatlanságát nagy mértékben növelte a Krímnek a hazavitele. Tehát ez nem kérdés, ugye ettől kezdve indult el gyakorlatilag mind az Európai Unióban, mind a NATO-ban egy határozott politika arra, hogy akkor erősítsük a képességeinket. Én azt gondolom, hogy egyébként mind az ukrán, mind mondjuk a belorusz események alapvetően ahhoz tartoznak, hogy Oroszországnak mindig muszáj, és ez tradicionális, még politikai pufferzónát kellett létrehozni ahhoz, hogy ők biztonságban. Ez a közel-külföld, ahogy ők szerették ezt? Részben a közel-külföld, igen, de ebbe beletartozott a Varsói Szerződésnek, hogy mi nem voltunk a közel-külföldje. Uh-huh. Tehát beletartozott a Varsói Szerződés is. Egész egyszerűen látni kell, hogy nincs geopolitikai határ. Tehát nincs olyan határ, ahonnan a fenyegetéseket felfogná, és ez a tradicionális gondolkodásban. A Kaukázusban már nem vagyok ennyire biztos,
szerintem az már nem annyira izgalmas számukra. Ott megférnek például a törökökkel, ezt lehetett látni egyébként, de hozzá kell tennem, hogy szerintem az orosz politika tanult az Ukrajnából is. Nézzük meg, teljesen máshogy kezelte például Belorussziát. Ami nem gondolom, hát azért mi elég ami minket illít, elég határozottan levettük a voksunkat. Mi a NATO-nak és az Európai Uniónak vagyunk a szövetségesei, vagy tagjai, ez azt jelenti, hogy választottunk egy oldalt. Én nem gondolom, tehát hamisnak gondolom azt a beállítást, ami azt feltételezné, hogy nekünk választanunk kell Oroszország, Törökország és a Nyugat között. Szó sincs erről. A gazdasági kapcsolataink egyértelműen nyugatra kötnek bennünket. Nézzük már meg, hogy mely gazdaságoktól függünk mi döntően. A német gazdaságtól. Ez egészen, tehát az egész visegrádi, hogy mondjam, négyek gazdasága a legszorosabban a német gazdasághoz függ. Tehát nem gondolom azt, hogy ehhez... Ez alternatíva lenne. Azt gondolom egyébként, hogy ettől függetlenül el tudok képzelni egy olyan projektet, és Magyarországon is, máshol is, ahol nem annyira a nemzetgazdaság, hanem a politikai elit számára fontosak a gazdasági kapcsolatok is, mert azt mondják, hogy ebből mi nyerhetünk, és akkor ebben az esetben ezt működtetjük. Én nem tartom egyébként mondjuk azt, hogy hadd fogalmazzak akkor inkább ilyen finomabban. Azt gondolom, hogy a magyar politikai vezetés a keleti nyitástól jóval többet várt, mint amit kapott, mert természetesen lehet azt mondani, hogy hatalmas nagy siker. A gazdasági kapcsolatok tekintetében, külkereskedelem és egyéb dolgokban nem látom én ezt a hatalmas nagy... Hát akkor meg pláne nagyon kockázatos játék az, ami kérdőjeleket vet föl Washington és Brüsszel számára egyaránt, hogy akkor pedig, ha még nem is nyerünk rajta, akkor meg miért kockáztatunk ennyit az orosz kapcsolattal, nem? Nem így van? Nem kockáztatunk, tehát amikor elkezdődött a keleti nyitás, én ezt abszolút jó elképzelésnek tartom. Tehát ha kiindulunk egyrészt az Orbáni szuverenitásból, tehát szuverenitás erősítéséből, és ezzel párhuzamosan a politikai értelemben, ez nem stratégiai, politikai értelemben a mozgástér szélesítéséből. Akkor ez egyértelmű, logikus lépés. Más kérdés, és egyet értek, hogy mi jött ebből ki, mi az eredménye. Tehát a törekvést jónak látom, kevesebbet kell beszélni róla, és sokkal többet tenni érte, akkor ez hatékonyabb lesz. És egyébként nem is árt annyit a megítélésünknek, mert ezt más is csinálja. Lengyelországot, ha megnézzük a gazdasági kapcsolatokat, akkor miközben nagyon durván rosszak a politikai kapcsolatok, aközben a gazdasági téren ott van. Csehországról nem hallunk. Csehországról nem hallunk, hogy mekkora keleti nyitása van. Én elmentem Kazasztánba, ott a cseh jelenlétről hallottam, a cseh jelenlétet láttam olyan szegmensekben, ahol mi is ott lehetnénk. Miközben Magyarországon óriási, hadd ne ismételjem, mik hangoznak el Közép-Ázsiáról, a kazakbarátságról, lózungok, és általában a keleti nyitásról, amelynek azért nem csak Oroszország, Türk tanács, hanem az arab világ és a Kína is része. Tehát ezt én jó elképzelésnek tartom, gyenge hatékonysággal, alacsony hatékonysággal valósítjuk meg ezt az egészet. Így sokkal többet belelátnak ebbe a szegmensbe. Egyébként azok is, akik féltik mondjuk a NATO-t ettől a kapcsolattól. Nem kell félteni, túl van értékelve, ezt már másodszor mondjuk, hogy túl van értékelve bizonyos szempontból Magyarország és az Orbán kormány is, tehát nem jelent veszélyt. Mindig is Magyarország ezekben a kérdésekben az Európai Unióval, vegyük a szankciókat, az európai Oroszországgal szembeni szankciókat, az Európai Unióval szavazott, a NATO-val. Igen, fölmerülhet itt most az ukrán kérdés, a Kárpátalja. Magyarországnak megint csak mondjon valaki nekem olyat, hogy milyen eszköze lehet még arra, hogy fölhívja a figyelmet a kárpátaljai magyarsággal szembeni, finoman szólva nem európai diszkriminatív lépésekre.
És hogy ez eredményes volt, ezt mutatja azt is, hogy az Egyesült Államok azért csak leültette néhány évvel ezelőtt, két éve azt hiszem, Párizsban a két külügyminiszter, tehát észrevette, hogy van itt egy kis gond, ami az ő elképzeléseiket zavarja. Tehát korán sem arról van szó, hogy Magyarország stratégiai értelemben megpróbálja megfúrni, megakadályozni Ukrajnának az atlanti vagy euróatlanti integrációját. Nem, ez egy politikai játszma része, ez az eszköz maradt, szerintem ez is gyenge. Tehát nem kell félni az egésztől. A másik, hogy az Oroszország és a nyugat viszonya miért változott meg ennyire? Nagyon egyetértek Péterrel, hogy a 90-es évek elején, mint nálunk is, úgy Oroszországban is egyfajta túlságosan romantikus, idillikus hozzáállás volt a nyugathoz, most akkor jön a nyugat, a nagy változás, a demokrácia, és ez mindent megold. Kiderül, hogy nem, ez így nem igaz. És a 90-es évek első felének orosz politikáját egyértelműen dominálja a nyugatbarátság. Egészen odáig, hogy azért az amerikai tanácsadók nagyon tevékenyen részt vesznek az új orosz törvények létrehozásában, megformázásában. Van olyan, most vagy városi legenda, vagy igaz, aki ott volt, az mondta, mármint akkor tanácsadója volt Jelcinnek, az mondta nekem, hogy igen, faxol jöttek bizonyos törvénytervezetek, tehát megformázások, hogy ezt így kell a demokráciában csinálni, de azt viszont egyértelműen tudjuk, nem csak hallomásból, hogy 96-ban Jelcin megválasztását amerikai tanácsadók intézték, azért 6%-os népszerűségről nyerte meg akkor a választásokat, tehát, és akkor Kozirjev külügyminisztert, az a Mr. Yes-nek nevezték, igen, mindenre rábólintott akkor Oroszország, és jött Jugoszlávia bombázása, az egy kiózanító, ehhez már persze vezetett út, voltak előjelei, hogy azért semmi nem olyan szép, mint ahogy 91-ben tűnt. Jugoszlávia bombázása viszont egyértelműen kiózanító volt, és onnantól datálható egyfajta romló. Tehát a nyugat másfajta megítélése, én azt mondanám, hogy leszálltak a földre. Tehát a realitások talajára az oroszok. Ennek ellenére Putyin elnökségének első éveiben még egyértelműen nyugatos volt az irány, fölmerült Kreml körüli körökben akár az Európai Uniós tagság kérdése is. Tehát, és egyébként is a cár mindig is nyugatosabb volt, mint a társadalom, stb. Ezeket mondhatjuk. A nagy cezúrát én 2007-ben látom. Mindaz, ami utána történt, az Putyin ott elmondta a müncheni beszédben. A müncheni biztonsági fórumon elmondott beszédében kifejtette azt, ami 2007-re megérlelődött az orosz külpolitikában, az orosz gondolkodásban, mégpedig azt, hogy Oroszország egész addig az határozta meg a gondolkodását, külpolitikai lépéseit, hogy egyenrangú partnerként, úgymond ilyen kis testvérként úgy jelenkezett, hogy ismerjetek már el bennünket, mi is itt vagyunk, beszélgessünk, legyünk jóba, hadd legyek a barátod, és akkor mi lett ennek az eredménye? Semmi. És az orosz külpolitikai gondolkodás párhuzamosan azzal, hogy Oroszország stabilizálta magát, belpolitikája, gazdaságát, nem csak hát itt nagyon sokban köszönhető az olajáraknak, sok mindennek, de ez egy állapot, tehát Oroszország magára talált, stabilizálódott, megindult a növekedés, és az a fölismerés, hogy ebből nem lesz semmi, hogy minket egyenrangú partnernek ismerjenek el. És akkor a müncheni beszédben elmondta, hogy eddig és nem tovább, ha nem fogadják el Oroszországot, amelyik most már ismét, mindig is az volt, de ismét globális szereplőnek érzi magát, akkor abból bajok lesznek. És bajok lettek. Tehát én semmi meglepőt nem látok abban, ami 2014-ben az ukrán konfliktus kapcsán történt, mert mindent előrevetített, elmondott a müncheni beszédben, és utána is már az orosz külpolitika, a Valdai beszédben ugyanezt
megismételte még 2014 előtt, és akkor... Tehát egy sértettségből politizált? Van ebben egyfajta sértettség, de nem így fogalmaznék, csalódottság. Tehát itt egyetértek a Péterrel abban, hogy csalódottság. Tehát Oroszország úgy érzi, hogy mindent megtett azért, hogy partnere legyen a nyugatnak. Ez nem így történt, és akkor ez nem sértettség, ez inkább csalódottság, és az erő fölismerése párhuzamosan, a saját erő fölismerése. Nyugodtan szóljon közben. Jó. És 14-ben ez abban csúcsosodik meg, hogy eközben Oroszország felé, tehát egyértelműen keletre tolódik a NATO, egyértelműen Oroszország szempontjából agresszív lépések követik egymást, és a Krímet is, tehát én nem úgy látom, hogy Oroszország fogja magát, hoppá, akkor gyere, csatoljuk vissza, hanem történik ott valami. Egyértelműen geostratégiai megfontolásokból Oroszország úgy érzi, hogy a határaihoz érkezik a NATO abban a pillanatban, hogyha megengedi, ha a folyamatok úgy mennek tovább, ahogy ott elkezdődtek 2014 februárja után, az ukrajnai puccs, én puccsnak nevezném azt, ami ott történt, és ez nyugtalanító, hogy a nyugat három nyugati külügyminiszter garanciát vállal az átmenetre, reggelre már nem az lesz, olyan kijelentések történnek, hogy fölmondják a Harkovi szerződést, ami a két orosz bázisnak, a krími bázisnak az ott létét biztosítja. Tehát orosz nézőpontból ez úgy néz ki, hogy jaj, eddig és nem tovább, a vörös vonalat átlépték. A NATO mindjárt itt van, ma holnap itt van Ukrajnában, és már Ukrajna is NATO tagállam lesz. Igen, azt, hogy Ukrajna azért egy szuverén ország. Tehát azt gondolom, hogy... Ma is annak tekinti? Ahogy ne, persze, természetesen. Igen? Te, hogy ne, persze. Ennek megfelelően egy szuverén országból kihasítani egy részt, azért ez nem egy legitim történet. Bocsánat. Hát nemzetközi jogi szempontból az... Semmiféleképpen. Két dolog van. Mi a fontosabb? Az ENSZ alapokmányában ott van az önrendelkezés joga, vagy a határok sértetetlensége? De milyen önrendelkezésről beszélünk? Hát, hogy a szuverén ország, akkor... Na, de hát akkor... milyen népszavazás, Tehát ugye nem gondoljuk egyikünk sem, vagy pontosabban én nem gondolom, hogy ne lehetett volna normális népszavazást csinálni. Mellesleg megjegyzem, szerintem akkor is elment volna egyébként, ha ez teljesen normális. Én ott voltam, ez alapvetően azért, mert a krími társadalom az alapvetően egy szovjet társadalom ilyen szempontból. 54-ben kapták meg, de ez nem menti fel a Putyinékat attól, ez nem egy vadászat, hogy lelőjük a krímt és hazavisszük. Igen. Hát nem, ott akkor ezt el kellett volna legalább bábozni azt a történetet, hogy akkor csinálunk egy népszavazást, de azt a népszavazást úgy csináljuk meg, hogy tisztességes és legitim legyen. De megkérdezünk. Akkor nem volt legitim ez a népszavazás. Szerintem abszolút legitim. Nem, hát ez annexió volt, ahogy egyébként. Uh-huh. Ennek megfelelően, arról nem beszélve természetesen, hogy pontosan tudjuk, hogy a Krímen kívül, hát azért Novorossziát is szerette volna ugye elvinni Oroszország, ezért támogatta többek között a kelet-ukrán történetet olyannyira egyébként, hogy 14 augusztusától már ő maga is azt mondta, hogy jó, hát egyefene most már akkor elmondom, hogy tényleg ott vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ezek nem teljesen, nem teljesen véletlenül nem bízik Oroszországban a nyugat. Arról nem is beszélve természetesen, hogy nem arról szólt a történet. Senki nem azt mondta, hogy akkor most lépjen be az Európai Unióba, akkor most lépjen be a NATO-ba az Ukrajna. Ráadásul teszem hozzá, ha valamit elért az ukrajnai akciójával Putyin, az az, hogy most már egyértelműen az ukrán többség Európai Unió, meg NATO, párti. Korábban körülbelül egyharmad, tehát egyharmad gondolta azt, hogy nyugat, egyharmad gondolta azt, hogy kelet, egyharmad meg azt mondta, hogy kettő között. Tehát azt gondolom, hogy ezeket azért figyelembe kell venni, és még egy nagyon fontos dolog, én abszolút elhiszem a Putyinéknak azt, hogy ők úgy gondolják magukról, hogy egy világhatalom, de semmi mutatójuk nincs erre vonatkozóan. Gazdasági semmiféleképpen, szerintem katonai sem,
hagyományos fegyverekben van egy-két terület. Például úgy, az Egyesült Államok világhatalom, globális világhatalomként kezeli. Azt nem tudom, hogy azért az Egyesült Államok van néhány terület, ahol úgy kezeli. Mindenféleképpen ilyen mondom az atomstátusz és az ilyen. De hát azért még Trump elnök, aki állítólag kedvelte személyesen Putyin, még Trump elnök alatt is, aki egyébként meg ilyen pragmatikus volt, tehát őt nem zavarta azért az, hogy most ott, hogy mondjam, tehát mondjuk azt, hogy nem volt akkora ilyen demokrácia exportőr, mint a korábbi amerikai elnökök, azért 46 szankciót... Hát azért a Biden fiának az ukrajnai ügykedését az kellően fölfújták. Abszolút, a kampány során. Nem, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy tulajdonképpen a Trump is folytatta azt a politikát, ami elszigetelni akarja. Uh-huh. Van ebben azért még egyetlen dolog, azt látni kell, és szerintem ez fog folytatódni, hogy ma már nem ugyanabban korban élünk, mint a 90-es években. A 90-es években úgy gondolta az Egyesült Államok is, és úgy gondolta a Nyugat is, hogy egy ilyen unipoláris világrend van, ahol minden az Egyesült Államoknak az akarata szerint. Ma egy poszthegemoniális korban élünk, ahol egyébként az Egyesült Államok ugyan még egy csomó területen hegemon helyzetben van, de ezt egyre jobban megkérdőjelezik, nem Oroszország kérdőjelezi meg, hanem Kína döntően, és ennek megfelelően ez a poszthegemoniális korszak, vagy a poszthegemoniális helyzet, ez alapvetően fogja megváltoztatni az Egyesült Államok politikáját is. Például a szövetségeseivel szemben is. Tehát el tudom képzelni, hogy sokkal szigorúbb lesz az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok kapcsán, mint volt mondjuk a Trump. A Trumpék nem hangsúlyozták az ideológiai különbségeket, tehát nem volt különösebb. Tehát nem értem, látványos kritika alapvetően azokat az országokat, amelyek Oroszországgal jó kapcsolatot tartottak fenn. Nem mi vagyunk egyébként a NATO tagországok közül egyedüliek, ott vannak például a törökök. De ennek ellenére Kelet-Közép-Európában szerintem teljesen sikeres politikát folytatott a Trump, abban az értelemben, hogy azért itt a hadsereg reformok azok jelentősen elindultak, és ezeknek a hadsereg reformoknak az egyik fő generátora az gyakorlatilag az orosz politika volt. Azért, tehát hogy mondjam, a hivatalosan Oroszország minden egyes kelet-közép-európai ország számára kihívást jelent. Részben azért, mert ezt megszavazzuk a NATO-ban, részben azért, mert megszavazzuk az Európai Unióban. Az egy teljesen más kérdés, hogy itthonra mit kommunikálunk. Én is egyetértek egyébként Gáborral azzal, hogy én a magam részéről kevesebbet kommunikálnék erről, és hatékonyabban politizálnék. Tehát több eredményt igyekeznék behozni, és kevesebbet beszélnék róla, de ez valószínűleg politikai megközelítés kérdése. A magyar politika az egy ilyen kommunikáló politika, nagyon fontos dolognak tartja a kommunikációt. Ennek egy része egyébként belpolitika, ennek egy része annak a politikája, hogy Oroszország, Kína emlegetése a legtöbbször tulajdonképpen a mi Európai Unióval szembeni szuverenitási harcunkhoz kapcsolódik. Hogy nehogy azt gondolja Brüsszel, hogy nincs más alternatívánk, Brüsszel nem gondolja egyébként így, tehát Brüsszel szerintem abból indul ki, hogy ezeknek az országoknak összességében geostratégiai és stratégiailag az Európai Unió jelenti a perspektívát. Ez nem hiszem. Akkor miért kell évtizedekre titkosítani olyan nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági projekteket, mint Paks 2, vagy a Belgrád-Budapest, Budapest-Belgrád? Azért, hogy az ellenzék ne ismerje meg. És ez miért jó? Hát mert a kormány nem akarja, hogy az ellenzék megismerje. És a magyar társadalom érdekei? A magyar társadalom megválasztotta ezt a kormányt, ennek megfelelően a kormány abból indul ki szerintem, hogy amennyiben a magyar társadalom kétharmaddal megválasztotta ezt a kormányt, akkor nyugodtan mondhatja azt, hogy akkor kérem szépen azok lesznek, amit mi akarunk, mi nem akarjuk megmutatni ezt.
Egyébként pedig, ha meg azt akarjátok, akkor menjetek és a bíróságon próbáljátok hát kiharcolni, vagy kiverekedni. Tehát a magyar társadalomnak, a magyar kormány szempontjából nincsen jogosultsága megtudni ilyen nemzetstratégiai projekteknek Nem, a magyar társadalom tüntetett bármikor azért, hogy mutassa meg nekik a kormány a Paksi projektet. Csak úgy kérdezem. Ez egy fontos fölvetés. És a másik az, hogy az ellenzék is, amikor beszél, én egyébként, az egész Gyurcsány alatt kezdődött. Én egyébként úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak... Hát bocsánat, ha már ezt említő, hogy Gyurcsány alatt kezdődött, akkor hozzá kell tegyem, hogy a jelenlegi miniszterelnök akkor még hazárulásnak nevezte. Így van. Én csak azt akarom. Én úgy gondolom egyébként, hogy igen, a magyar társadalomnak joga van megtudni ezeket a dolgokat. De tekintettel arra, hogy ugye a kormányzat és a parlament hozza a törvényeket, ezt nagyon nehéz megakadályozni, hogy ez ne így legyen. Tehát ez egy reál politika, és én nem szeretném nem akarom eljátszani azt a dolgot, hogy csodálkozom rajta, hogy a kormány miért csinál ilyeneket. A kormány nem akarja megosztani. A kormány alapvetően, ugye látjuk-e azt a dihotómiát, ami Magyarországon van, ebben nem fér bele az a bizalom, ami a kormány részéről. Ami egyébként nagyon szomorú, hogy nem fér bele, de láthatóan nem fér bele ez a bizalom. Nem gondolom, hogy olyan nagy titkok lennének egyébként ebbe a történetbe. Ettől függetlenül hát azt látni kell, hogy nyilvánvaló ezek olyan projektek, amelyek vitathatóak, és amelyek még nem is biztos, hogy teljesen eldőltek. Beszéljük egy kicsit a kiberbiztonságról és a social médiáról. Oroszország nem tekinthető nyugati értelemben véve demokratikus berendezkedésű országnak, nyilvánvaló egy autoriter rezsimről van szó, amelyik már azt fontolgatja, hogy kitiltja a közösségi médiát egyszerűen az országból, tehát a Facebook, a Twitter, a YouTube és társai. Persze lehet erre azt mondani, hogy ezek mind galád amerikai magáncégek, amik felhasználják a dezinfo, stb. Destabilizációra, kommunikációra, az ellenzék támogatása, stb. Ez nekünk szerintem nem fér bele. Pláne, hogy Magyarországon is fölmerültek már ilyen hangok, hogy korlátozni kellene a Facebookot, vagy akár letiltani, vagy nemzeti érdekeltségű ilyen lokális közösségi médiát létrehozni. Erről mi önöknek a véleménye? Hát én azt gondolom, hogy más, a méretarányosság az teljesen különböző. Egy Kína, talán még egy Oroszország is megcsinálhatja azt, hogy megpróbál lekapcsolódni erről. Nem Kínában működik. Igen, de összességében azért egy idő után Kína el fogja zárni magát ezzel a külvilágtól. Tehát tök mindegy, ez egy nagyon fontos. Mindenki egyébként, aki ebben gondolkodik, az nagyon erősen ezzel a történettel játszik. De Kína, tételezzük fel, az mégiscsak egy kontinens, mégiscsak 1,4 milliárd ember, tehát 1,3 milliárd ember, ott azért az egy akkora piac és akkora lehetőség. Azt gondolom, hogy igen. Oroszország esetében azt gondolom, hogy máshogy zajlott ez az egész történet. Oroszország esetében az internet és a tech cégeknek az egy plurálisabb társadalomból született, túl sok helyen kéne most még elzárni ahhoz. Tehát nem ilyen egyszerű, mint ahogy ezt mondják. És nem az elzárásról van szó Oroszországban. Kezdjük azzal, hogy világszinten nagyon komolyan fölmerül, hogy valamit kellene tenni eleve az internettel. Az internet nem szabályozott. Tehát nem az államnak kell rátelepednie, de ami az interneten megy, azzal valamit kezdeni kell. Ez az egyik. A Donald Trump letiltása az nagyon sokakat fölébresztett. Oroszországban viszont már egy ideje, nem a mostani történések gyorsítottak föl folyamatokat. Az a gondolkodás megy, hogy az internetet, a szociális médiát valahogy nemzeti szabályozást, valamiféle ilyesmit kell... Jobban kell ellenőrizni. Ellenőrizni kéne, valamilyen kimódon szabályozni kéne. Itt elsősorban az jön elő érvként, hogy a kiskorúakat veszélyeztető anyagok, a terrorista, stb. De mint minden állam, igen, szeretné látni, hogy mi történik, hogy szeretné befolyásolni.
az föl sem merül, hogy lekapcsolják a Facebookot, lekapcsolnak bármit. Egy chat csatorna, a Telegramot próbálták, az sem megy. De arra egyértelműen van törekvés, és ez sikeres törekvés, hogy ezeket a szociális médiákat egyre inkább Kreml közeli tulajdonba kerültek. Kivéve autó... a Telegram, a Telegramnak a tulajdonosa most már külföldön van azért, de megegyezett a Kremlmel, de egyébként megy szabadon, és nem teljesítette azokat a kéréseket, amelyeket kellett volna. De mégiscsak egy információ centralizációról. Minden autoriter rendszer azt szeretné, ha ő ellenőrizhetné a média teljességét. De nagyon jól tudja, nem lehet lekapcsolni. És mivel a nem online média ellenőrzése egyszerűbb, hiszen ott engedélyhez kötelezett, az online médiát valószínűleg a nagy keresőkön, meg a nagy cégeken, Google, Facebookon keresztül akarják. Én azért külön választanám azt, hogy kártékony vagy nem kártékony a Facebook, meg a Google, meg az, hogy az autoriter rendszerek mit szeretnének. A nyugat alapvetően két dolgot szeretne. Meg szeretné adóztatni, meg el szeretné érni, hogy ne kereskedjenek a mi adatainkkal. Meg hogy ne profilírozzanak bennünket, döntően ez. Tehát a mi védelmünket akarja elérni. Oroszország és Kína szerintem, meg általában az autoriter rendszerek nem, azok azt szeretnék, hogy profilozzatok, csak nekünk profilozzatok. Mm-hmm. Én tudjam azt, hogy mit akar ő, hogy mit gondol, és stb. Stb. Gondolt, hogy nyugaton azt, hogy tökéletesen elfogadja mindenki, ami most Trump kapcsán történt, a Facebook, ez is mutatja, vagy a szociális média ma már politikai tényező egyértelműen, és bele akar szólni, és bele is szól a politikába. Tehát maga Trump is az emlékszőt erősítette, hiszen ő a Twitteren keresztül. A szociális média nem most kezdett politikai tényező. Igen? És az, hogy a Trumpot, igen, az valószínűleg így van, hogy a Trumpot is, és, de hát azért ugye ő a Trump is tehát, hogy mondjam, ha az amerikai elnök egy világhatalom vezetője fake newsokat, meg mindenféle ostobaságokat oszt meg a Twitteren, annak azért egészen más súlya, mintha én osztok meg, te osztasz meg, vagy Józsi bácsi és Mari néni. Ő mégiscsak az Egyesült Államok elnöke, ennek megfelelően nálunk jóval nagyobb hatalommal és felelősséggel rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy ott a kommunikáció az, hát mondjuk azt, hogy sokkal szofisztikáltabbnak, felelősségteljesebbnek kell lenni. Ez tökéletesen igaz, de az is elgondolkoztató, hogy ezek a big tech-ek manapság letilthatják a világ vezető országának elnökét. És jó, hogy letilthatják, ha hülyeségeket beszél. De az eset azt is mutatja, hogy ha akarnak, bármibe bele tudnak lépni. Tehát ezt nem szabad megengedni. Bocsánat, de ez nem most derült ki. Csak most sokak számára még nyilván. Le kell jönni akkor a Facebookról, és nem kell a Facebook, a Twitterről, az Instáról, stb. Az emberek hitették el ezekről a cégekről, hogy ezek nélkül nincsen élet. Így van. Ezért azt gondolom, hogy annak a közösségnek kell korlátoznia. Kapcsoljuk össze a két témát, és valószínűleg ez lesz az utolsó téma, ami a mai adásunkba belefér. Legnagyobb sajnálatomra, mert még rengeteg kérdésem lenne, és rengeteg téma Oroszország geopolitikájával, geostratégiájával kapcsolatban. 2016-ban és 2020-ban is nagyon durván beavatkoztak orosz hacker cégek, hacker közösségek, ez nevesíthető is egyébként, ma már köztudott ez a Fancyber és különösen a Cozy Bear nevű hacker csoport 2016-ban az amerikai elnökválasztásokra, majd amikor 2020-ban az teljes amerikai nemzetbiztonság felsorakozott, hogy ez ne ismétlődhessen meg, az oroszok egy elképesztő, vircsafttal, vagy kaján vigyorral az arcukon meg se próbáltak az elnökválasztásba beleavatkozni, viszont a legfőbb amerikai kiberbiztonsági cégen keresztül kereskedelmi és kormányzati cégeket támadtak meg, vagyis óriási károkat okoztak gazdaságilag és információtechnológiailag is, valószínűleg a mai napig nem sikerült ezt még teljes mértékben feltárni. A kérdésem a következő, azt, hogy a soft powerben Oroszország ennyire erős, ez minek köszönhető? Egyszerűen Amerikát, aki a többszörösét tudja költeni erre a területre is,
sakba tartják és nevetségesé teszik, most már nem először. Hát, szerintem elsősorban annak, hogy az oktatás színvonala azért olyan, hogy vannak olyan emberek, akikkel ezt meg lehet csinálni. Ez az egyik. A másik az, hogy Oroszország azért nem olyan erős, mint amilyennek látszik. Megint csak ezt tudom mondani. Igazából ezen a téren is én sokkal inkább félnék Kínától, mint Oroszországtól. Hogyha a számokat nézzük, hány beavatkozás, hány ilyen föllépés történt, akkor Kína vezet, Kína sokkal veszélyesebb, csendesebb, egy mosolygós gyilkos ilyen szempontból is, és Oroszország körül viszont van a nagy habzás, a buzgás, és akkor csak ezt látjuk, hogy mi van. Egy kicsit eltávolodva ettől, a Wagner csoportról is sokkal többet hallunk, mint bármi másról. Igen, pedig, de a Wagner csoport Ukrajnában jelen volt, sőt, ők kezdték, akkor az volt a debütálásuk, az még nagyon nem sikerült jól, de Szíriában már kistafírozták magukat, és Líbiában már tökéletes precizitással de megint csak úgy, hogy hivatalosan nincs ott Oroszország, de valójában mégis ott van. De megint csak azt tudom mondani, ez nem új dolog. Tehát Oroszország semmi más nem csinál a Wagnerrel az információs háborúban, a kiberháborúban, mint lemásolja azokat a technikákat, amelyek már működnek a másik oldalról. És 10-15 év késéssel. Tehát hátrányban van. Tálas Péter szerint is így? Úgy gondolom, hogy a nagy fölháborodás azért is van, mert eljött a felismerés, hogy nem csak mi csináljuk, hanem a másik oldal is. Tehát nekünk szabad, másikat most jobbak, nem szabad. És most, adott esetben jobbak is, de azért azt ugye nem gondoljuk komolyan, nem? Hogy az Amerikai, hogy Trumpot az oroszok választották meg. Nem. Ez még vizsgálat kérdés. Nem. Azt gondolom, egyrészt hadd mondjam azt, hogy szerintem nem erősebb soft powerben semmiféleképpen. Azért nem, mert ezeket, amiket ön említett, ezek nem a soft powerhez tartoznak. A soft power azt jelenti, hogy a vonzás hatalma. Az lenne, ha mindenki mondjuk Putyin fan lenne. Szerelmesek lennének a magyar lányok a Putyinba, mert olyan jó fejet hívják. Az, hogyha mindenki Dostojevszkijt olvasna, az nem. Az is a soft power. Tehát nem, ez ha már valamilyen powerhez, akkor a dark powerhez. Ez kimondottan egy destruktív történet. Uh-huh. Amerika egyébként kiber tekintetben szerintem még előtte van, mind Kínának, mind Oroszországnak. Más kérdés... Akkor ők miért nem használják ezt? Mert ők nem tartják fontosnak ennek a kommunikációját. Hát a Stuxnet, amivel ugye az iráni atom programot meghekkelték, azért az azt jelenti, hogy tudnak ők is. Az nem izraeli akció volt? Hát azért gondolom, hogy az amerikaiak is benne voltak ez a történetben. Tehát azt akarom mondani, hogy én nem gondolom, hogy Oroszország. Pont azt gondolom, hogy ezekre azért kerül sor, mert nem erős a soft power. A soft power ugye azt jelenti, hogy az én berendezkedésem, az én kultúrám, az én társadalmi attitűdöm, tulajdonságaim, stb. Annyira vonzóak, hogy mindenki, mint a hülye akar utánam jönni. Nem erről szól a történet Oroszország esetében. Arról nem is beszélve természetesen, hogy igen, ebben benne van az is, hogy maga Oroszország is szívesen kommunikálja egyébként más területen a fegyverét, illetve a képességeit, de szerintem döntően azért, mert néha szeretné egy picit, hogy mondja, erősebbnek mutatni magát. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy kell-e félni Oroszországtól, akkor én egyszer már említettem, de még egyszer mondom, hogy ebben az Oroszország kép, az Oroszország ellenségkép felerősítésében, ezzel együtt az orosz erő eltúlzásában alapvető és komoly szerepet játszik maga a nyugat. Tehát elsősorban az Egyesült Államok, ami valahogy még leragadt annál, hogy Oroszország a kommunikációban legalábbis a fő ellenség. Jön föl Kína, de most is. Mit mondott Biden? Az, hogy Oroszország a legveszélyesebb ellenség az Egyesült Államokra nézve, míg Kína az első számú vetétárs vagy kihívó. Tehát az más megközelítés. Tehát én szerintem Oroszországot, mint ellenségkép, mint patásördök egyrészt belpolitikai használatra van, másrészt
a katonai büdzséknek a föltöltésére, hogy ez sokkal jobb, bejáratottabb, sokkal jobban működik, és például akkor, mikor az elhangzott, hogy az Európai Unióban az európai hadsereg megteremtése sok tekintetben összefüggésben van az orosz veszéllyel, tőlem lehet az orosz veszéllyel is összefüggésben. Az a lényeg, hogy a hadseregre, a katonai kiadásokra költeni kell, mert különben nem veszik komolyan azt a játékos, azt a geopolitikai pólust. Így van az Európai Unióval. Lavrov úgy beszélhet az Európai Unió külügyi képviselővel, ahogy beszélt, mert látják, hogy gyönge, mert nincs hadserege, nincs semmi, annak ellenére gazdasági hatalom. De visszatérve az alapkérdéshez, hogy egyrészt felerősíti a Nyugat-Oroszország Oroszországot önmagában, másrészt Oroszország is sokat tesz természetes módon, hogy mint minden állam, hogy igen, én erős vagyok, ebben jó vagyok, akkor ezt propagálja. Azon kívül az információs háborúban, tehát most már igazából a csata, a harc az a gondolatokért, az olvasatokért folyik. Tehát az, hogy miért van mondjuk az egyik oldalon a CNN, vagy a Deutsche Welle, vagy egy sor szabadságrádió, az RT a másik oldalon, a Sputnik, azért, mert a világban ma az információ, a kommunikáció alapvető fontosságú, és az, hogy az én olvasatom legyen a domináns. Ezzel nincs is gond egyébként. Ez is elhangozzon. És ezt is addig, ki akarják bocsánat, segíteni. Gábor, amíg az RT csak olvasatot ad, addig nekem nincs gondom. Annantól kezdve, amikor már fake news nyom, meg propaganda. Mint a másik is. Ez lesz a következő adásunk témája, az orosz dezinformációs propaganda kampányok, ez egy külön adást kitesz, de egy mondatunk maradt még, Stier Gábornak is, Tános Péternek is, mennyire kell tartanunk, ha kell tartanunk Oroszországtól? Oroszország katonai stratégiája, Oroszországnak az ereje semmi nem arra hatalmaz föl bennünket, vagy hogy azt mondatja velem, hogy félni kéne. Uh-huh. Nem kell igazából félni. Abszolút, én azt gondolom, hogy igenis oda kell figyelni minden orosz mozgásra, mert Oroszország rajtunk keresztül is meg akarja bontani azokat a szövetségi rendszereket, amiben benne vagyunk, az Európai Uniót és a NATO-t. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Stier Gábornak és Tános Péternek, és köszönöm, hogy itt voltak. Tulajdonképpen a Enigma Extra premier adásának voltak a vendégei. Köszönöm szépen. Köszönjük a megtisztelést. Nézőinktől is elbúcsúzunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök az Enigma Extrát, a Fix Televízió havonta jelentkező geopolitikai vitaműsorát látták. Várjuk Önöket legközelebb is a képernyők előtt. A viszontlátásra!